Start. Start elindult a zombori handicap, ahol egy fantasztikus kis pálya épült a közelmúltban. Hibával kezdett Very Nice Photo, és ezzel nehéz helyzetben hozhatta magát. Berry Lady viszont ifjabb turbuccal remekül kezdett is élre állt. Mögötte pedig ott van Csábító R. Csábító R a második helyen szintén a falon, csak úgy, mint Ferencer Farkas Györgyel. Szinte mindenki a falon közlekedik, egyedül Nagy Ferenc 2 vállal föl a második pozíciót. Carlos Foxszal kiszorult a második spurba, és elképzelhető, hogy próbál gyorsítani majd a tempón, és akkor átveszi majd a vezetést. Most már egyébként versenyben van mindenki. A gyengén kezdett Very Nice Photo is megkezdte a zárkózást, sőt, ott van már az ötödik pozícióban ő is második spurt fölvállalva, amikor egy kör van még hátra a versenyből. 1100-zal, 1200-vel pontosabban a cél előtt vezet még mindig Berry Lady, és egy picit azért fokozni kell a tempót, mert a többiek gyorsítani látszanak. Zsóka helyzete nehéz, illetve Bombé van egy picit messzebb, azért Bombétól várjuk talán majd a jó finisht. Berry Lady mögött a falon a régen látott és új istálóba került Csábító R, illetve a fogadók által nagyon favorizált Carlos Fox. Velencer a start előtt kisebb hibát vétő Very Nice Photo, és szép lassan talán azért Bombé csatlakozást talál, és most már Zsóka sincs annyira messze, de nyilvánvalóan az ő helyzete eléggé komplikáltnak tűnik. A kijáratot elhagyva sincs változás, vezet még mindig az a Berry Lady, aki újstálóiban legutóbb 1800 méteren nagyon-nagyon stílusos győzelmet aratott. Másfél-két hosszal mögötte jönnek az üldözők, Csábító R van bent a falon, mellette pedig Carlos Fox tartja magát remekül, egy picit, mintha a vezető hármas meg tudna lépni a többiektől, Very Nice Photo, Velencer, Bombé, Zsóka sorrendben jönnek a többiek. Izgalmas lesz majd a végjáték, jön az utolsó 500 méter, és még mindig az élen Berry Lady. Berry Lady legutóbb győzött ifjabb turbuccal a kezében, és most is megszerezheti a győzelmet a Benyén Diadóra istálónak, azonban jönnek a támadások. Csábító R folyamatosan mögötte, és Carlos Fox pedig bírja a sárdagasztást, és a második pozícióban továbbra is ott van, egy picit besvengol a vezető ló mögé, most viszont már ki tud jönni, és akkor talán át is tudja venni majd a vezetést. 150-nel a vége előtt szinte hárman teljesen együtt átvette a vezetést Carlos Fox, de jön egészen kívül Csábító R. Csábító R és Márton Lajos. Csábító R meg fogja nyerni a versenyt. Csábító R, ő a győztes. Carlos Fox mögött a második, és elképzelhető, hogy a harmadik helyet sem tudta megtartani Berry Lady, mert Velencer fantasztikusan jött az utolsó 100-150 méteren. Jó verseny a zombori handicap itt, a Kincsen Parkban.